sajnos ugyanolyan sokszínű programmal készül, mint az elmúlt években, úgyhogy aki az idén látogat tusványosra, valószínűleg újra szembesülni fog azzal a helyzettel, hogy talán egyszerre két-három helyen is szeretne lenni, ugyanis igyekeztünk minden olyan közéleti, politikai kérdést napirendre tűzni, ami foglalkoztatja manapság az erdélyi magyar közösséget, így mindenképpen szó lesz a tusványos idei mottójaként választott összeül, ami összetartozik kapcsán a magyar állampolgárság határöntői kiterjesztéséről, annak a következményeiről, az első számadatokról, amelyek ehhez kapcsolódnak. Ugyanakkor fontos témakör lesz a közelgő népszámlálás, a jövő évi választások, de beszélünk a közigazgatás átszervezéséről, a magyarországi médiatörvényről, általában a szoktatási kérdéskörül, arról is, hogy mi lesz a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel, arról is, hogy hogyan képzeljük el a Kárpát-medencei oktatási teret a közeljövőben, az egyházi átvilágítás, az egyházi ingatlan visszaszolgáltatás és a levéltárak helyzete is külön téma, ifjúságpolitika, emellett a gazdasági kérdések, a gazdasági válság okozta helyzet, illetve az energiapolitika is külön témaként szerepel, a népesedési témakör szintén előkerül, és mindezt kiegészítik mindazok a színes programok, amelyeket a partnereink, a Szapienci Egyetem, a Karcai Keresztény Egyetem, az ifjúsági szervezetek és más magyarországi partnereink szerveznek, akár az oktatás, akár a tudományok, akár a közgazdaságtan, akár a dizájn és a művészetek területén. Szeretnénk erősíteni a kulturális programok területét, és így idén lesz egy külön kultúrsátor, amelyben nem csak kulturális programok lesznek, viszont több színházzal kapcsolatos előadás, elemzés lesz, illetve kisebb produkciók is lesznek majd a helyszínen, filmvetítések, könyvemutatók, ahogy a korábbi években is volt, és hát természetesen már a szabadidős kategóriában tartoznak a koncertek, amit a legkorábban már közkincsé tettük, és gondolom most már mindenki megtervezhette, hogy melyik estén hol és hogyan fog bulizni. Milyen együttesek jönnek mégis, még egyszer? Megemlíteném a Kis Csilla, Budapest Bárt, a Gimest, az Intim Torna Illegál, a Sánkelt, amely Németországból jön, és idén a egyetlen külföldi zenekarként lép fel, már úgy értve, hogy nem Magyarországról. Ugyanakkor a Beatrice és a Zedda közkedvelt zenekarok szintén itt lesznek, és ami a korábbi években is már beindult, idén is esténként több helyszínen több műfajú zenére lehet majd bulizni a résztvevőknek, többféle sátorban, illetve a Csűrben, ahol szintén népszerű buli zajlik minden este, és külön a szabadidős kategóriában különböző humorprogramok és érdekes előadások, természettudomány előadásokra kerül sor. Kik lesznek a nagyágyuk, akik eljönnek az idei tusványosra? Hát az idei nagyágyuk azok a politikai szereplők továbbra is, amelyek úgymond rövid nadrágban és lazább körülmények között találhatók meg egészíten a táborban, és akikkel adott esetben, hogyha jó időben és jó helyen kapod el őket, akkor le is lehet ülni beszélgetni. Ez mindenképpen egy erőssége a tábornak. És hát itt említeném mind a magyarországi kormány részéről a fontosabb politikai szereplőket, mind az erdélyi magyar politikai szereplőket is. Az új magyar kormányból több államtitkárt várunk, akik különböző témák mentén kapcsolódnak be a beszélgetésekbe, és hát, hogyha a nagy ágyukat kérdezted, akkor természetesen arra számítunk, hogy szombaton megtiszteli a rendezvényt a jelenlétével Orbán Viktor miniszterelnök, és szintén várjuk Brian Basescu államelnököt is, hogy a korábbi évekhez hasonlóan tartsanak egy érdekes is vitára, több közéleti vitára is a későbbiekben okot adó beszélgetést a sportpályán. Hány résztvevőre számítok az idén? A tavalyhoz képest, vagy úgy egyáltalán? Mivel ez az egyetlen olyan nyári rendezvény Erdélyben, amely a nagyságánál fogva sem kér külön belépőt a résztvevőktől, ezért többnyire ilyen becsült számokat szoktunk mondani. Így általában és átlagban 5-7 ezer résztvevőre számítunk naponta, hogyha ezt akkor be
beszorzom az ötös számmal az öt nappal, akkor általában ilyen 35-40 ezer ember meg szokott tudni. Idén mennyiből sikerül megszervezni a tábort, mennyi pénzből? Mondjuk nagyobb lélegzetű, mint a tavalyi? Nem. Mondtam korábban is, hogy megpróbáljuk visszafogni magunkat, hiszen amióta szervezzük évről évben ennek a költségeink, ez nyilván lehet a természetes árnövekedés következménye is, de azzal is együtt jár, hogy nyilván évről évre fejlődik valamilyen szinten a rendezvény, mind létszámban, mind arculatban, mind pedig a programok szervezettségi minőségét tekintve, és ez bizony többletköltséggel jár. Megpróbáljuk visszafogni magunkat, és a tavalyi költséget is semmiképp sem túlépni, ugyanis gyakorlatilag a pénzszerzés és az anyagi háttér biztosítása nagyobb akadályokba ütközik idén, mint tavaly, úgyhogy igyekszünk ezt tartani magunkat. 150 ezer euró, ami inkább a 200 fele közelít, de szeretnénk nem elérni a 200 ezer eurót. Említettem a az ifjúsági felmérést, amiről már beszéltünk, és ami idén azzal jár együtt, hogy több kérdező biztos fogja járni egy héten keresztül a Tusványos tereit, utcáit, hogyha fogalmazhatok így, és igyekszünk egy olyan kutatást bekapcsolódni, amelyet az új magyar kormány indított be újra a mozaik ifjúságkutatás néven, és amelynek az lenne a célja, hogy részletesebb és tisztább képet kapjunk az erdélyi fiatalok politikai, közéleti érdeklődési opcióiról. Ugyanakkor, ami még újdonságnak számít, az, hogy a szapienciás diákok számára lehetőségét arra, hogy hivatalosan is szakmai gyakorlatként tudjanak részt venni, Tusványoson is bekapcsolódni abban a munkában, amihez szakmailag kapcsolódnak. Tehát a fotofilm média szakos diákok a média és kommunikációs stábunkat erősítve majd készítenek helyszínen anyagokat. Ugyanakkor az európai tanulmányos szakos diákok pedig a kérdőveszésben kapcsolódhatnak le. Ezek úgymond idei újdonságok. És hát gyakorlatilag a programsátra kínálata és a maga a helyszín azért mégiscsak ad egy olyan megszokottságot az egész Tusványosnak, meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sokan azért is járnak vissza, mert hogy keresik azokat a helyeket, amit a korábbi években megszoktak, megismertek, megszerettek. Igen, van egy honlapunk a www.tusványos.ru, de jelen vagyunk a Pufakönyvben is, azaz a Facebookon, és ide is minden időszerű információt vagy újdonságot igyekszünk eljutatni, úgyhogy aki keres minket, az könnyedén megtalál, és szeretettel várunk minél több fiatalt, kevésbé fiatalt Tusványosra.